És már itt is vagyunk élőben. Sziasztok, Zsuzsival fogok beszélgetni. Sziasztok! Új-Zélandról. Egy-két dolog, egy-két téma, hogy miről is lesz szó. Én mindenképpen szeretném, hogyha Zsuzsi mesélnél arról, hogy miért pont Új-Zélandot választottátok, milyen angol nyelvtudást vágtatok neki, milyen három pici gyerekkel a világ másik oldalára költözni, a másik végére, hogy egyáltalán erre hogy készültetek fel, vagy a gyerkőcöket hogy készítettétek fel. És visszanézve csináltatok-e volna valamit másképp? Tehát erről mindenképpen szeretnék beszélni, hogy van-e, nem olyanra gondolok, hogy megbántátok, hanem hogy esetleg valami mást, amiből ugye az emberek tanulhatnak, hogy lehet, hogyha a ti példátokból ugye kiindulva, lehet, hogy ők már ugye ugyanúgy kezdenek vele, amit ti máshogy csináltatok volna. Jó. Mindenképpen szeretném, hogyha ejtenénk ugye arról pár szót, hogy magyar állampolgároknak. De itt van előttem. Mindenképpen... Nem, a választ, mert szoktam felejteni, miközben beszélek. Szóval akkor még az is azért, hogy ugye magyar állampolgároknak, hogy mire van szükség arra, hogyha egyáltalán csak turistáskodási céllal be akarnak menni. És utána meg jöhetnek a kérdések, tehát nem fogjuk elvenni sokban szerintem az időt itt az elején, de szerintem ezek nagyon fontos információk, hogy akkor Zsuzsi ezeket megossza, mert szerintem ebből is nagyon sokat lehet tanulni. És hát akkor vágjunk bele, Új-Zéland. Gyerünk, Zsuzsi, akkor kezdjük. Miért pont Új-Zéland lett nektek a választás? Ez az első kérdés. Igen. Nekünk ez az úgy jött, hogy mi annyit döntöttünk el, hogy szeretnénk elköltözni, szóval ez volt az első. Majd a következő az, hogy angol nyelvterületre angolosak vagyunk. Én valamennyit beszélek németül, de Máté egyáltalán nem, és nem is szereti a német nyelvet, szóval az így súgy. Ami még meghoztunk annó döntésnek, hogy úgy is szeretnénk elköltözni, hogy Európából, szóval, hogy mi már 5 éve úgy éreztük, hogy ott Európa az úgy forrong, hogy ott valamit főznek, és hogy annál inkább mennénk, ez volt az érzésünk, és ergo akkor maradt szerintem a klasszikus triumvirátus, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland. Amcsit, Amerikát lehúztuk azért, mert én nem vagyok, szóval szeretem az amerikai filmek, meg stb., meg tök szép helyek vannak, meg ilyenek, sose voltam fontos, szóval képek alatt. De szóval nem feltétlenül az amerikai kultúrában szeretnék gyermeket nevelni. Ennyi volt, amit meghoztunk, szóval maradt ez a három ország. Veszekedtünk úgymond a fejünkben sokat, hogy ó, de Kanada rohadt hideg, Ausztrália rohadt meleg, Új-Zéland középút, és akkor ezen ott elizéltünk, de kb. Az volt a fejünkben, hogy ha bármelyik is összejön, megyünk, szóval, hogy el kell indulni, ennyi volt így a fejünkben, hogy így végigjátszottuk a játékot. És hogyha már megyünk, akkor valahova érkezünk. És jobb esetben. És akkor igazából mi egyszer Ausztráliára elkezdtük összekészíteni az anyagainkat, irdatlan mennyiségű papírt és papírt, és közben teljesen véletlenségből jött az nekünk össze, mert Ausztráliát azért kezdtük azzal jobban, hogy ez is érthető legyen, mert ott egyszerűen sokkal több munka lehetőség van, nagyobb az ország, több cég, több ember, nem kell szerintem nagyon magyarázni. És azt láttuk, hogy ott kb., ha mondjuk így, de kb. Csettintésre tud találni Máté munkát. És abba még, mondom, abba még légy szíves, menjél bele, mert ugye már nagyon sok beszélgetés volt veled, de rengeteg új tagunk van, hogy Máté mivel foglalkozik, tehát hogy mondtad, hogy akár csettintésre. Máté informatikai területen van, szóval az a jó, hogy ő nem programozik is hosszú ideje, de például a kivándorlás az újra fölvette az, hogy akkor programozói dolog, és jó is benne, szóval, hogy ő hands-on, szóval bármikor meg tudja csinálni bármilyen tesztet, és ezzel meg kb. Bárhova tudsz menni, szóval ez a legegyszerűbb út az informatikai területen belül, ha programozni tudsz. És igen, és akkor szóval nagyban erre így készülgettünk, közben mondjuk én lebabáztam Annával, és akkor egy picit így lájtottuk a témák, ez túl sok a jóból, és akkor teljesen nekünk mázlink volt. Máté beszélgetett egy haverjával ezekről a dolgokról, külföldi ilyesmi, és akkor ő bedobta, hogy jaj, hát neki egyébként van Új-Zélandon egy haverja. És akkor nem mondod, van egy haverja. Igen, most jött haza almaszedésből. És akkor így hozzá már össze minket, mert akkor beszélgetnénk vele, hogy mégis milyen volt. És akkor ő vele összehozták, ő már az almaszedéstől teljesen szét volt csúszva, hogy ez a legjobb ország a világon. Evidens, akkor picit még lelkesebbek voltunk, hogy akkor legyen Új-Zéland. Nekem Új-Zéland egyébként egy ilyen álom volt, hogy így egyszer oda el kell jutnom. Szóval ez így a bakkancs listámon volt. Szóval én nagyon szuper lelkes voltam, hogy persze, hajrá, nyomjuk Új-Zéland. És akkor összehozta, és akkor ő neki volt egy másik haverja, aki itt Új-Zélandon pont XY machine learning-est keresett, és Máté éppen pont akkor
már ideje azzal foglalkozott, és akkor na jó, akkor összekötik őket. És igazából nekünk ilyen ultra szerencsénk volt, mert persze pont jó volt Máté, ő már valami egy éve nem talált itt az országban jó ember, és akkor ajánlatot is kapott, és hát valami rögtön le is csaptunk. Mi összesen egy hónap alatt már kint is voltunk, szóval, hogyha valaki érdeklődik az előkészületek, mennyi idő alatt lehet összehozni, hát egy hónap alatt meg lehet csinálni. Gyors volt szerintem azért. Mert annó még meg lehetett olyat csinálni, hogy 3 nap alatt megkaptad a work visát. Szóval nekünk az is benne volt, hogy beadta a Petra, és mi 3 nap alatt meg is kaptuk, és akkor, akkor eladni mindent, pakolni, és jövünk. Az igen. Azért ugye említetted, hogy azért készültetekre mondhatjuk elég sokat, tehát azért ugye igen, kell egy félkészülés. A papírok meg ezek meg voltak, szóval, hogy ezt fontos hozzátennem, szóval nekünk így az összes ilyen időt rabló, beszerezni ezt az igazolást, papírocskákat, minden, ez már nekünk egy ilyen kis mappa meg volt. Említetted azt, hogy pár évvel ezelőtt volt az, amikor ugye forrongás volt, és hogy nem akartatok maradni Európába. Mikor is mentetek ki? 5 éve. 5 éve. Igen, most érezhető az, hogy ugye... Mi azt éreztük, hogy valami készül, szóval, hogy így, de hát ez a mi, akkor is mindenki hülyének nézett minket kb. Szóval, hogy... Érdekes. Mire gondolunk? Igen. Hát most azért mondhatjuk, hogy elég nagy forrongás van, úgyhogy azért nem csodálkozunk igen. azon, hogy rengeteg érdeklődő van ugye a külföldi igen. országok után, többek között Új-Zélandnál is. Szuper! Milyen angol nyelvtudással vágtatok neki? Hát ez mindenkettőnknek elég jó volt. A Máté is, meg én is angolul dolgoztunk már évek óta. Én mivel egy recruitment vonalon, meg HR vonalon voltam, és mindig multi cégeknél, nekem mindig angol volt a nyelvem, szóval, hogy ez így nem volt gond, és Máté is a legutolsó helyei azok, sokat dolgozott magyarul is, de a legutolsó helyei azok nemzetközi vagy tanácsadó, vagy mindegy investment cégek voltak, és angolul kellett csinálni, aztán neki is az angolja már addigra tök jó volt. Ez szerintem óriási plusz volt, hogy el tudta adni magát, el tudta mondani tényleg, hogy mit kell, még úgy is, hogy egy magyar vezetője volt az első időben, de hát a tulajdonosokkal, meg a cég amúgy vezetőivel kellett beszélnie. Gyerköcöknek milyen jellegű angol, milyen jellegű, bocsánat, tehát milyen igen. szintű angol nyelvtudása volt, és mennyi idősek voltak akkor a nagyok? Igen, úgy volt, hogy hát Anna volt 5 éves összesen, Gergő volt 5 és mikor mentünk? 5 és fél, na jó, 5,3. Réka volt 6 és fél, igen, és nekik 0 angoljuk volt, hát Annának 0 totál nyelvtudása volt. A Rékának meg a Gergőnek 0 volt, és például itt bele is tudok csapni a következő, és mit bántuk meg, mert őket lelkesen elkezdtük járatni angolra, egy nagyon cuki angoltanárnénihez, egyéb lányhoz, bocsánat. De azt így utólag például azt mondanám, mert mindenki mondta nekünk, hogy ne izguljunk, ne, mi azért persze izgultunk, és azt utólag látom, hogy ez totál fölösleges volt. Szóval tényleg, főleg ez a korosztályú gyerek típusnak, szerintem azt mondom, hogy 10 alatt, de ez megint a személyiség típus, vagy hogy mondjam, tanulási adottság típustól függhet, lehet, hogy valakinek 13 éves korig is totál fölöslegesnek tartom az előképzettséget angolból, mert nagyon gyorsan fölveszi a pici, és minden suliban van ez az úgynevezett iszol, akiknek második az angol, második nyelve az angol, azok kapnak plusz órát, angolból fölzárkóztatják őket, a tanárok nem fognak ugrálni a fején, eleve nem szoktak amúgy se, szóval semmilyen szinten, az elején persze sok kérmény, hogy jaj, nem értem hirtelen a társadalmat, de mint tudjuk szerintem, akinek van gyereke, rohadtul nem zavarja a gyerekeket, hogy a játszótéren ő egy indiai kisgyerek, tök jól eljátszanak, úgyhogy akár egy elve szót nem szólnak egymáshoz, szóval ők rohadt jól el vannak, vagy mindenki beszéli a saját nyelvét is, tadá, mégis értik egymást. Szóval ez akkora nagy problémát nem okoz nekik. A tanulásban itt, mivel hogy nem ilyen ez a magyaros számonkérő, és hogy mondjam, oktatás van, ezért ott se jön ki. És egyébként ne adj Isten, például nálunk Gergő is, meg Réka is, mert 1,5 évkor érkeztek, mert itt februárban kezdődik a suli, mi júliusi törmben kezdtek, júliusban kezdődőbe, az a 3. törm itt. Szóval egy konkrét 1,5 évet már elkezdődött az év. Ők megismételték azt az évet. Szóval simán mondtuk, hogy tök jó, most az első 1,5 év kb. Az volt, hogy néznek körbe, és próbálják felfogni, hogy miről van szó, meg mi az, hogy ABC, meg bármi ilyesmi.
És akkor semmi gond, megbeszéltük, hogy Rékú ráadásul rögtön másodikosként kezdett itt, és akkor ő újra tolta a másodikat, Gergő meg az elsőt, és mert hogy addigra végre értették, hogy mi történik. Szóval ezzel nincsen. Szóval ez gyerekeknek nulla volt a nyelvtudás, így egy szóval, és ha úgymond mit változtatnék, ezen nem görcsölnék, hogy jaj, a gyerekekkel mi lesz. Mindjárt áttérünk akkor, hogy azért ötből jó. Ötben indultatok el, de közben van egy Ja, kérdés, igen. ami ehhez vonatkozik. Most mennyire beszélnek magyarul a gyerkőcök? Beszélnek, nem kedve, nem, szóval most már átfordultak, szóval nekik az angol az sok egyre erősebb, és azt látom egyébként, ez tök érdekes élmény, hogy például Réka sokáig tök jól tartotta a magyart, meg ilyesmi, de ahogy nő föl is, még nem mondom egy 11 évesre, hogy tini, de azért jönnek a jelek, meg most már jönnek az izgalmasabb beszélgetések, hogy nem, hogyan is születik a baba, picit más szintű beszélgetések, és meg ilyen témakörök, és azokat ő angolul tanulja, szóval kőze sincs a magyar megfelelőjéről. Szóval nem is ez az, igen, a nem hétköznapi témakörök, amiket nem minden nap találkozik, abban nincs meg a szókincse. Na és abban azért régen az volt, hogy mondjuk magyarul elmondtam valamit, azt akár átvettük angolul, vagy ilyesmi, most egy csomószor van olyan, hogy ha azt akarom, hogy tuti átmenjem, és az menjen át, amit szeretnék, akkor angolul elmondom, akkor látom, hogy vágta, és utána akkor átbeszéljük magyarul is. És akkor az úgy oké, okay, de látom azt, hogy ez egyre durvább lesz ilyen szempontból, mert meg amikor valami lelki problémája van, vagy szóval valami nyomja a lelkét, jobban tudja már kifejezni magát angolul, mert egyszerűen az már úgy tanult, úgy jöttek neki ezek a szavak. Angolul még a Anna fél évesen érkezett, ő neki a legnehezebb, mert nálunk ő nagyon korán elkezdte itt a daycare-t, szóval ő már 8-9 hónaposan elkezdte, dolgoznom kellett. És ő neki ott indult meg a nyelve, szóval hogy ő ott kezdett el beszélni, szóval az szerintem megint egy izgalmasabb. Én azt látom, hogy sok helyen, akik itt meg tudják azt mondani, hogy otthon tartják 2-3 éves korig a kicsit, ott a magyar tök jól megvan, megjegyzem, ott is abban a pillanatban, hogy bekerül oviba, nagyon gyorsan úgy becipantja, és hihetetlen sokszor automatikusan úgy beszél. És ez egy olyan dolog, hogy kinek mennyire fontos. Meg lehet tartani, én azt látom, hogy minél idősebb a gyerek, annál több energiát kell beletenni, vagy mert, de is ez tök érthető, mert ő így tanulja a világot már egy másik nyelven, szóval a suliban is például kémiázni nem tudok vele magyarul, mert most kovalens kötés, tök jó fingja nincs, hogy miről beszélek. Szóval az egy dolog, hogy én előtte meg kell tanulnom mindent angolul, hogy izébe mondjuk ezeket, hogy sejtmembrám, mit tudom én. Szóval, de hát nem baj, én szeretek minden hülyeséget tanulni, szóval el vagyok vele, de szóval ezek ilyen izgalmasak. De akkor ez kihívás a gyerkőcöknek is, meg nektek is, hogyha lehet így mondani. Igen, de azt mondom, hogy főleg nekünk, szóval ők alapvetőleg magasról tojnának, hogy nekik több mindegy, ők hulla jól el vannak. Szóval ez inkább szerintem szülői oldalon, hogyha valakinek fontos, hogy megtartsa magyart, akkor ez egy jó kis kihívás szerintem, hogy megtartsa teljesen. Igen, mondhatjuk. Van egy kérdés, hogy sziasztok, kérhetnék infót a Talent Vízáról. Vízummal kapcsolatban Zsuzsi nem adhat tanácsot. Petrával igen. Most már remélem, hogy összehozzuk a beszélgetést. És... Ja. És akkor majd ugye Petra, aki regisztrált bevándorlási ügynök, ő fog tudni majd konkrét vízum kérdésekkel kapcsolatban válaszolni. Jó, hogy akkor értsed, menjünk. De hogy miért nem válaszolhatok, mert hogy nem vagyok bevándorlási ügynök, szóval jogilag én nem adhatok tanácsot, mert ez fontos, jó? Csak hogy ez nem azért, mert kis izé vagyok, és nem mondok semmit, mert nem szabad. Igen, és ezért is van az, hogy ugye Zsuzsi saját tapasztalatából el tudja mondani, amit ugye ők átéltek a vízummal kapcsolatban, milyen angol nyelvtudás volt, stb. Stb. Az teljesen más. Az nem, meg nem amit látok, tanács. Hogy mit csinálnak mások, de nem mehetek bele a részletekbe. Így van. Ami még szerintem nagyon fontos, ugye ötbőröndel nekiindultatok viszonylag elég hamar. Oké, hogy a felkészülés, ugye a papírok összerakása az egy hosszabb idő volt. Ez meg volt. Igen, de mégis három pici gyerekkel a világ másik végére, tehát mint anya, ezt te hogy élted meg? Tehát, hogy azért pici volt igen. Két nagyobb, tehát így, igen. Hogy? Mi eléggé ilyen célorientáltak vagyunk, szóval, vagy eredményorientáltak, ez az a legjobb szó. Szóval, hogy én ilyenkor ilyen megoldó üzemmódban vagyok, meg szerintem ez ilyen anyukás dolog is szokott lenni, hogy így félre tudsz mindent tenni, mert meg kell valamit csinálni. És ez nálunk így bekapcsolt Mártinál is, és
igazából csak folyamatosan arra fókuszáltunk, hogy az következő lépés, hogy jó, első összeírni, mit adunk el, jó, föltenni a Facebookra, oké, táblázat, oké, eladni, ütemterv közben, akkor mit tudom én, mit ajándékozunk, kiknek, hova, milyen szervezetnek, jó, oké, fölvenni a kapcsolatot, tök jó, ruha, viszünk ruhát, mi a töknek, más időjárás van, jó, tök jó, akkor csak egy az első X időszakra, jó. Szóval, hogy így végigventünk, így tényleg így step by step a témán, és jó, hát lakást kerestem, igen, ezeket így utána akkor ez, szóval először én végig gondoltam, hogy oké, ott mit kell csinálni, és akkor az út másik felé mit kell csinálni, és hát utána még szerintem az első fél év az ugyancsak így telt el, de tény, hát halálra izgultuk közben magunkat, csak mi folyamatosan ez a oldjuk meg a problémát, szóval nem volt időnk izgulni, azért amikor már végre lehetett, akkor úgy tudod, amikor úgy nem tudom, volt már valaki balesetben, vagy valami hasonlón, de annak szokott ilyen effekt lenni, hogy ott vagy, akkor hirtelen nincs időd arra, hogy kiboruljás hisztériázzál, vagy stb., de utána így, kész. Na kb. Valami hasonló volt, hogy az első fél év az ilyen, ó, minden, aztán ez csak így, úristen, gróthváratak vagyunk, de addigra már megcsináltuk, szóval akkor már így nem volt. Akkor már lehetett egy picit pihenni. Igen, akkor mondani. De ez szuper. Fontos például, ez, bocsánat, ez a lehetett pihenni, szóval szerintem ez tök jó, ha látja mindenki, hogy szerintem az első egy-kettő év, kinek hogyan jön össze, meg milyen karakter, az hullámvasút, érzelmi hullámvasút, az tök nehéz, még ha minden is összejön, és nincsen semmi gigszer, akkor is állandóan új dolgok jönnek, tök ismeretlen a terület, nem tudod, hogy ki hogy reagált, ha gyerekek vannak, akkor az ő személyiségük változik, stb. Szóval, hogy azért az első egy-két év az szerintem így az nem feltétlenül azt az élményt hozza, hogy így hogy pont azt kapod, amire vártál, vagy hogy mondjam. Szóval, hogy ott az egy, arra érdemes fölkészülni lelkileg, hogy az nehéz, na. Még mielőtt a következő kérdésre rátérnénk, hogyha van kérdésetek, igen, időközben, nyugodtan írhatjátok, mert mi látjuk, és akkor szépen majd fogjuk megválaszolni őket, hogyha eljutunk ehhez a részhez. Csak ugye a legutóbbi beszélgetés is ugye elég hosszúra sikerült, mert rengeteg kérdés volt, hála Istennek, tehát nyugodtan írhatjátok, és majd mindjárt akkor rá fogunk térni. Csak ugye, ami nekem még szerintem fontos lenne, és kíváncsi, igen, is vagyok, hogy mit fogsz erre válaszolni, hogy visszanézve, csináltatok-e volna, csináltál-e volna te személy szerint valamit más, hogy itt az elmúlt 5 évben? Vagy legyen hát, 6 év, a felkészülés minden. Ja, az elmúlt 6 évben. Igen. Persze. Jó, ez így akkor hosszabb a lista. Szóval az első volt, a kiutazásnál a gyerekekkel nem foglalkoztam volna ennyit, szóval hogy az angolukon. Kettő, kicsit jobban körbejártuk volna azt, hogy milyen fizetésre is jövünk ki. Mi egy nagyon alacsony fizúra jöttünk így 3 gyerekkel, mert annó azt az infót kaptuk, hogy az tök jó, szerint, hogy az nagyon nem, mindegy. És, de tény, ha akkor azon görcsölünk, akkor lehet, nem így jövünk ki, szóval, hogy ezen el lehet így lamellázni, hogy most akkor jó volt, vagy nem, változtatnánk-e rajta. A végeredmény szempontjából nézve nem. Na, itt akarok lenni. Amióta itt vagyunk, talán igen az első az, hogy Mártinak az említett cég, az végül nem feltétlen volt 100%-osan korrekt, vagy hogy mondjam, szóval igen, nem voltak korrektek, és például azt gyorsabban kellett volna váltania szerintem, szóval azt a döntést meg kellett volna mennünk gyorsabban hozni, csak ez is egy ilyen hülye szituáció, és ezekre is például jó is, hogy kérdezel, és meg jó, hogy említem, hogy az elején ez egy tök kiszolgáltatott szitu, hogy itt vagy, és egy cég megszponzorálta a te kis víz, vagy fölvesz, hajlandó téged alkalmazni, és egyértelműen van egy ilyen kiszolgáltatott viszony. Még hogyha nem is hozzák szóba, de akkor is önkéntelenül benned is, mert összeg megvan, hogy de hát ők hozzájuk vagyok kötve. És ezt érdemes szerintem mindig kibogozni az ügynököddel, hogy oda vagy-e kötve tényleg, vagy sem. Mert nagyon sok esetben nem vagy oda kötve. Van olyan, amikor igen, szóval amikor nem tudsz váltani, pont ez van. De nagyon sok esetben csak a pozihoz vagy kötve. És például ez nekünk kicsit lassú volt ez a menetünk, amikor végre így leesett, hogy ja, csak a pozícióhoz vagy van Máté kötve, és akkor végre tudott keresni magának munkahelyet, egy újat, és utána nekünk utána indult be igazán, utána rögtön megkaptuk a rezidenszit, minden jó volt, és akkor el tudtunk kezdeni építkezni. De szerintem ezzel hát mi egy évet meg tudtunk volna spórolni a kis kálváriánkból, ami azért jó lett volna.
A másik, a helyszín, azt mi nem, hogy hova költözöl rögtön. Szóval mi Oaklandbe jöttünk, de Oakland is Igen. óriási nagy. És Oaklandnek van az északi részén, északabbi területe, ahonnan, hát Máténak másfél óra volt csak bemenni a munkahelyére, és másfél óra vissza. Szóval ez egy napjából 3 órát vett el, csak az, hogy bemegy és hazamegy. Ez azért rettenetesen sok, és még ha csak 8 órát dolgozik, és most már 11-nél tartunk, és akkor ha túlórázik, az azért már az nem annyira vicces. És kettő, én nekem nulla, kb. Nulla esélyem volt értelmes munkát ott végezni, mert egyszerűen ott nincs semmi. Ez egy nagyon cuki kis olyan, egy retirement village, egy ilyen, egyébként tele is van nyugikkal, bocsánat, nyugdíjasokkal. Tök szép, gyönyörű, fantasztikus, egyébként szuper aranyosak, szóval a gyerekkedvelő nyugdíjasok, mondjuk itt szerintem általában azok. Szóval tök jó élmény volt ott lakni, de ott munkát talán nem. Szóval talán ezt jobban kellett volna körbejárnunk, de hát ezt meg ez az, amit nehéz így most honnan tudja, de ezt, hogy az a terület milyen ilyen szempontból. És azért az gazdaságilag, pénzügyileg is azért megterhelő, hogyha csak egy bevételed van, főleg, hogyha az egy bevétel az nem egy annyira jó bevétel az elején, meg hát lelkileg is nekem, hogy ez a azt most nem találok itt semmit, és a városba találtam volna, onnan, hogy ott is ajánlat, az már nem volt gond, csak egyszerűen azt már nem tudtuk összehozni a gyerekekkel, hogy bekompozok egy órát, vagy másfelet, és akkor, de le kell dobni a gyerekeket a suliba, oviba, és még föl is kapjam, szóval az azért úgy para volt az elején. Ez például biztos. Kb. Szerintem ez az elején. Azóta így szerintem, miután meghoztuk a döntést, hogy bejebb költöztünk, közelebb költöztünk, nekem rögtön hip-hop, akkor lett normálisabb melóm, vagy hát szakmában melóm, és akkor elindult az életünk, szóval én azt mondom, hogy azután. Még egyetlen egy utolsó kérdés, összegezve így, hogy látod, megérte, hogy Új-Zélandot választottátok, és megérte, hogy így alakult? Ó, maximálisan, szóval tök jó. Mi rohadt csak ott tanultunk belőle magunkon is, szóval hogy a saját személyiségemről, meg kapcsolatról, meg mindenről, szóval hogy olyan, ilyen oldalról is teljesen jó volt. Teljesen a gyerekekkel látjuk, hogy hula jól vannak, szóval nagyon-nagyon lubickolnak, igen, ez a jó szó. Mi nagyon-nagyon, hát főleg a most az elmúlt pár év alatt, amik mostanában történtek, így meg végképp úgy vagyok, hogy fú, de jó, hogy már itt vagyunk, szóval nem egyszer szoktuk úgy zárni az estét, hogy egy kb. Hálát adunk, hogy mi már itt vagyunk. Akkor viszont kezdeném a kérdéseket, jó? Jó. Lesz olyan, amit nem fogok kirakni, mert valamiért kiírja a nevet, úgyhogy csak azokat fogom kirakni a képernyőre, ahol nem jeleníti meg ugye a kérdező nevét, és ahol meg megjeleníti, azt meg majd fel fogom olvasni. Jó. Sziasztok, vegán, illetve gluténmentes ételek ott is 2-3-szor drágábbak a normálishoz képest, vagy ott mérsékeltebb a különbség, Zsuzsi? Haha, és ebben még releváns is vagyok, mert vegánok vagyunk. És vicces, mert nem 2-3-szoros. Drágább tud lenni, de most újra gondolom, nem egyébként, hogy ha eztek ilyen, ez az vegán elkészített, előre elkészített húskészítményeket, húsárba van, sőt olcsóbb is, mint a hús, szóval hogy arra nem is mondanám, hogy drágább. A sajt, azt tud, hogyha megint csak a illető eszik sajtot, az ilyen vegán sajtot, az egy kicsit drágább, mint a sima sajt, az tény. Most visszaszámolok. Igen, az egy mondjuk egy ilyen másfélszeres. A gluténmentes, egyébként ezt nem értem miért, az egy kicsit drágább, mint a sima vegán témakör, de abban is egyre több kezd bejönni, és egyre jobban terjed, és ezért nem olyan veszettül drága. De 2-3-szoros nem mondanák, 2-szeres az eléri, meg a 1,5-szeres az általános. Így, talán válaszoltam. Tényleg az első kis e-bookba, abban vannak élelmiszerárak? Nem emlékszem rá. Szerintem belinkeltem ABC-ket, ahol online shoppingba meg tudják nézni, mert hogy az annyira gyorsan tud változni, hogy annak nem láttam értelmét beletenni, hogy éppen, mit tudom én, 2 éve hány dollár volt a kenyér. Szóval tökéletes, jó, köszönöm szépen. Következő kérdés, fehérje allergia miatti oltás nélküliséggel be lehet-e lépni az országba orvosi ellenjavallat? Tudsz erről valamit, van-e információd?
Hát, hogyha tudja, hát én nem tudom, mert nem volt ezzel tapasztalatom egyáltalán. Azt tudom, hogy itt országon belül hogy működik, és akkor feltételezem, ez működhet, ha kívülről jön valaki. Országon belül úgy van, hogy ha valós az orvosi igazolást, és tényleg alátámasztotta az indok, hogy miért nincs oltása az illetőnek, akkor azt itt országon belül elfogadták. Ebből azt feltételezem, hogy gondolom, igen, de amúgy nem mondanám, hogy szóval nem tudom fixen a választ, csak ez egy feltételezés ebből. Köszönöm. Következő. Engem az érdekelne, hogy hogyan is néz ki pontosan, ha én lebetegszem, mint munkavállaló, vagy a gyerekek. Van táppénz? Aha. Kell valami papírért futkosni? Van bármi kedvezmény, amikor a gyerek beteg? Gyerekbeteg? Nem. Bocsánat. Szóval, beteg vagy dolgozol, akkor... Úgy van, hogy általában, várjál, most azt hiszem aktuálisan, mert azt felemelték, de ezt írtam is a könyvbe, hogy azt hiszem most 10 napra emelték föl, amit megnézem közben, de az elég, hogy egy pár nap betegszabi van jogilag, azt nemrég egy új éve emelte a kormány magasabbra, több napszámra, ilyen beteg fizetett beteg időszakra. Itt az a lényeg, hogy amúgy egyébként a 75%-át, vagy 70%-át fizetik a fizuna, hogyha hosszú távú problémád van, szóval, hogy valamiért kiesel a munkából. De ez az is lehet, hogy eltöröd a lábadat, és mondjuk, nem tudom, almaszedő vagy, és nem tudsz létre rád, vagy nem, most hülyeséget mondtam, de szóval, hogyha valami olyan van, ami miatt nem tud végezni a munkádat, és ilyen balesetet szenvedtél fölött, vagy a betegség is ide tartozhat, hogy akkor kapsz igen egy ilyen csökkentett fizetést, ez Magyarországon is azt hiszem valami ilyesmi van. A gyerek után nem kapsz, szóval azt meg kell oldanod, mert hogy ezt csak szabadságot tudsz kivenni a cégtől, és itt fontos, sokkal kevesebb szabadság van, szóval nincsen ez a gigantikus szabadság cucca, ami Magyarországon, vagy akár már 60, 40 évesen már ilyen 40 napszabid van, vagy ilyenek, szóval, hogy vagy 50 évesen, nem nőkorral, meg ilyenek, itt van egy fix 20 napod van, és az ilyen benefitként adja a cég, hogy mondjuk bele is írja akár a hirdetésébe, hogy jár plusz 3 nap szabi egy évben. Szóval hogy itt ez itt a dolog. Szóval nem ennyire szociális az ország, ez egy kapitalista ország. Ezt mondtam tudni, hogy nincsen ilyen háló. Kell-e valamiért papírt futkosni? Nem kell. A dokidnak, a körzeti orvosodnak mondjuk így magyarul bemész, lehet, hogy elég csak egy telefon, lehet, hogy szeretne látni, de ő ezt regisztrálja, hál' Istennek itt mindenre vannak tök jó elektronikus összeköttetése, és ő logolja a rendszerben, hogy valami mi volt, ha a céget, sokszor ő küldi el a cégnek az igazolást, ja. Szóval, hogy azzal nem is kell nagyon izgulnod, néha neked elímélezi, és akkor te továbbítod a cégednek. De nem. Nem, hál' Istennek sok minden elektronikusan működik. Szuper. Következő kérdés. Szia Zsuzsi, bocsánat, a kérdésre lehet, hogy már volt téma, csak lemaradtam az elejéről. Ha igen, majd visszanézem újból. A papírok érdekelnének, miket kellene elintézni indulás előtt? Ja. Hát ezt el tudom mesélni, amiket mi csináltunk meg amit így kb. Tudok. Érdemes az összes ilyen születi anyakönyvi kivonat, az kétnyelvűvel, vagy az angolul is legyen meg, de a legmodernebb az két nyelvű, vagy ha jól emlékszem, 3 nyelvű. Ugye? 3, francia, angol és magyar. Pontosan. Ugye? Akkor azt... Várja, még mielőtt, bocsánat, még mielőtt tovább mész, a születési anyakönyvi kivonattal én mindenképpen azt javaslom, hogyha ügyfélkapuja van valakinek, akkor már arról is ki lehet kérni, de ugye, ahogy Zsuzsi említette, ez egy nagyon jó dolog, hogyha ugye már alapból ez a újat kikéri az ember, mert az már alapból 3 nyelvű, és akkor nem csak azt, hogy nem fordítatni kell, hanem már ugye az már sokkal frissebb, így van. Így van, és az teljesen jó nekik. Akkor az összes céges papír, szóval, hogy ha bejelentetten dolgoztál, szóval nem magánvállalkozó vagy, majd arról is beszélek, akkor az visszamenőleg, amit csak tudsz, releváns, fontos, releváns munkaszerződéseket beszerezni angolul. Ha az adott cégnek nem volt angolul, és mondjuk a cég magyar, és senki nem beszél benne magyarul, akkor azt le kell fordítatni, szóval ugyanúgy, szóval, hogy ezt értsék, hogy mi az, ez kell. Ilyen referencia levelek, ezt most
amiket érdemes beszerezni, szerintem az, nekünk azzal ment fel a legtöbb idő, hogy megtalálni azt az embert, akár már egy tönkrement cégnél, hogy azt a kontaktot, aki hajlandó megadni a nevét, a telefonszámát és e-mail címét, hogy majd őt esetleg megkeresi a bevándorlási hivatal, hogy Kis Pista ott dolgozott 2010 és 12 között, és ezt csinálta, és rohadt jó munkaerő volt. Kb. Ennek kell lenni a papíron, céges papíron és pecsét és aláírással. Nekünk ezzel volt a legnagyobb izénk, mert Máté, hát szerintem aki van egy kicsit IT szakmában, meg olyan, mint az építőipar, a vállalkozó vállalkozójának, a vállalkozójának is, a vállalkozójának, annak a vállalkozójának dolgozol. Szóval és általában ezek a cégek érdekesen, mindegy. És szóval nehéz, ezzel mi küzdöttünk, hogy így hogyan tudjuk, kit is keressünk meg, és egyetem még kidolgozik ott, mert most 10 évvel ezelőtt valaki ott volt, szuper, de hát nagy esélye már nincs ott. Szóval ezzel azért el lehet játszani egy időt. Aki tök jó ilyen nagy multinál dolgozott, és főleg ha 20 évig ugyanott, az a legjobb. Mert hát akkor így könnyen lehet közölni. Hál' Istennek ilyen TB papírok, meg ilyenek ide nem kell, ezt Ausztráliába kellett annól nekünk ilyen nyugdíj ügyességeket szerezni. Úgy látom, akkor még bólogatsz, még most is kell, szuper. Az ide nem kell, hál' Istennek, nekik elég a munkaszerződés és ez a referencia levél. És egyébként a referencia levél például azt megpingették, igen, Máténak azeket a kapcs, akiket ő megadott. Persze azok az emberek tudtak. Szóval, és rájuk dobtak egy e-mailt. Szóval annyi jó, hogy az elején azért először általában e-mailt próbálnak, szóval nem hívogatnak, mert egyrészt költséges is lenne, meg időzóna eltolódás ilyenkor a favoritunkban van, szóval rájuk küld neki levelet, hogy figyelj, van egy ilyen állításunk, nincs ki már, bocsánat, mindegy XY-tól, ő tényleg ott volt-e, és akkor az illetőnek vissza kellett jelezni, hogy igen, tényleg igaz, ott volt, és tényleg ő dolgozott, és jó volt, és ügyes volt. Szóval ez, mondtam akkor referenciát, anyagkönyvi, munkaszerződések, akkor hát az ilyen kijelentkezel, nem jelentkezel a magyar egészségügy, meg ilyen különböző rendszerekből. Ezt valaki úgy csinálja, hogy már kijelentkezik, és ott elkezdi ezeket a folyamatokat, vagy legalább utána jár. Ez nem kötelező, csak esetleg érdemes megnézni, hogy aktuálisan mire kell fölkészülnöd. Ha meg akarod szüntetni ezen, lehet, hogy nevetni fogtok, ha meg akarod szüntetni a magyar bankszámládat, azt még ott csináld, mi azóta is veszekszünk a Raiffeisen Bankkal, elnézést, hogy mondtam a nevüket, mert képtelenek fölfogni, hogy Máté nincsen az országban, és nem tud bemenni személyesen, és mert nem lehet így megszüntetni, és akkor folyamatosan fizetjük a sem. Jó, szerintem nem nagy összeg, de inkább ilyen elviekben zavar a téma, hogy nem igaz, hogy nem lehet megszüntetni, amit már 5 éve nem használsz. Szóval ilyeneket érdemes átmenni, akkor várja még, ami a papírok a beadáshoz. Erkölcsi bizonyítvány? Erkölcsi, köszi, igen, gondolkoztam, hogy volt valami nagyon alapvető, erkölcsit kell bekérni, de az azt hiszem 3 Nem tudom, hogy ez mennyire stimmel Ausztrália és Új-Zéland esetén, de ugye igen. Ausztráliánál úgy néz ki, hogy az elmúlt 10 évet a beadás tekintetében, ugye a vízumot nézve, minden olyan országból, ahol összesen 12 hónapot tartózkodtál, tehát nem egybe, hanem összesen, hogyha összeadott 12 hónapot az elmúlt 10 évből, minden helyről kell erkölcsi bizonyítvány. Azt nem tudom, hogy ez az idő, hogy van meghatározva itt, hogy itt egybe kellett, vagy az összesen, nem tudom, hogy melyik, azt Petra tudja, annak a már így, hogyan fogalmazzák meg, de itt is megvan ez, hogy igen, ahol húzamosabb időt tartózkodtál, onnan kell az erkölcsi. Ezzel is jó időt el lehet játszani, szóval itt is országa válogatja, valaki nagyon gyors, valaki rettenet. Te lassú, és igen, akkor erkölcsi, igen. Orvosi vizsgálat kellett nektek? Köszönöm, orvosi vizsgálat, az kell, igen. Mondjuk az annyiban, az amúgy gyors, csak az időpontra lehet várni, szóval azt is érdemes fölvenni az illető orvossal a kapcsolatot, minél gyorsabb, hogy foglalj időpontot magatoknak. Ez nagyon jó, hogy mondod, mert ugye Magyarországon egyetlen egy orvos végzi hivatalosan. Ausztrália, Kanada, Új-Zélandnak a vízumhoz szükséges orvosiát, és pont mikor is tegnap beszéltem az asszisztens hölgyel, az orvosnak, a dokinak az asszisztensével, és április végére már nincs időpont. Wow. Tehát, hogyha valaki bármelyik országba készül, akkor ezzel számoljon, hogy lehet, hogy felszabadul egy-két hely, de pont azért hívott föl a hölgy,
hogyha csinálunk megint élőt, mert ugye látta, igen, hogy fogunk, akkor ezt mondjam, és köszönöm, hogy ezt így szóba is hoztad így, mert ez egy nagyon fontos, hogy egyszerűen az van, hogy április vége, de viszont azt is kell figyelni, hogyha valaki hiánypótlásként kapja, ugye, hogy orvoshoz kell elmenni, akkor viszont ott van ugye egy meghatározott idő. Tehát fel kell erre is készülni. Ezzel akartam kiegészíteni. Mert hát abban az orvosvizetben van tüdőröngyempölő, meg ilyenek, és akkor neked kell időpontot foglalnod, szóval, hogy ezekkel így el lehet játszani ezekkel a dolgokkal. Ismerjük azért Magyarországon se gyors az idő, az egészségügy máma. Igen, akkor... Megfelelő anyagi hátteret kellett-e felmutatnotok? Fú, volt valamennyi, őszintén azt elfelejtettem már, hogy mennyit kellett, de volt valami, amit kellett igen bemutatni, na, de ezt meg is nézem, hogy most meg gondolom ez változik, de ezt megint Petra fogja tudni biztosan, hogy éppen most mi a szabály. Nektek mennyi volt, de így kellett... mondtál, mert akkor abból ki lehet indulni? Hát ezért... mi egy ilyen 8 millió forinttal jöttünk. Uh-huh. Mi annyit hoztunk össze, igen, kb. Ja. Az már úgy jó volt, szóval az bőven elég volt nekik. Alapvetőleg egyébként nem egy, szóval viszonyítvatástól függ, de az nem volt, nem az lett volna az akadálya valószínűleg, és nem az az akadálya az embernek, hogy kijusson, amit ez a felmutatandó összeg. Most gondolkozom közben, azért veszek milyen lassan elnézést, hogy mi volt még eszem? Szerintem nagyon nincs, esetleg Szilvi, nem tudom. Érvényes útlevél. Ja, jó, oké, bocsi, igen, erre nem gondoltam. Igen, de egyébként nem hülyeség, jó. Igen, meg azt érdemes meghosszabbítatni megint csak. Szóval, hogy azt az elején, ne itt, itt is lehet elintézni, de fölő, most már egész jó, a Wellingtonban van nagykövetség, és most már Wellingtoni nagykövetség tart fogadóórákat, elvileg havonta egyszer Oaklandbe, és akkor a nagykövet bácsi felutazik Oaklandbe, de ez ennyi, hogyha Déli-szigeten vagy, föl kell repülnöd Wellingtonba, vagy Oaklandbe. Szóval máshonnan nem, és ezt online nem lehet, e-mailben nem lehet semmi, oda kell menned személyesen. És meg tudod csinálni, csak kicsit nyugosabb, meg lassabb talán, mint mondjuk, hogyha még ott vagy, és akkor szerintem 10 évre, vagy valami hosszú időre érdemes kikérni mindenkinek. Gyerekeknek úgy lehet hosszú időre. Hú, mi volt még? Angol nyelvvizsga nektek kellett ehhez a vízumhoz már? Nem, a work visa-hoz, szóval az ilyen munkaajánlathoz járó vízumhoz nem kellett, hanem majd a rezidencihez, hogyha már letelepedési engedélyt ad, engedélyre jelentkezik az ember, akkor kérnek nyelvvizsgát. De még a munkához nem, mert hogy az a feltételezés, hogy hát azért vett föl a cég, mert kellő az angol nyelvtudásod. Uh-huh. Bocsánat, a szerintem egész vagyok. Jól így... végigvettük. Ha még valami eszembe jut, akkor majd leírom, és akkor még azt majd ki lehet. Hát meg természetesen a maga a munka meghívás, vagy nem tudom, minek nevezik ott. Ja, mondom. Jó, de hát igen, csak azzal nem tudsz készülni, azt a cégnek kell. De egyébként, hát igen, szóval hogy arra nagy kontrollunk nincsen, azt nem tudom én, vagy te nem tudjátok intézni. A munkaajánlatnál egyébként annyi van, hogy ott amire érdemes figyelni, hogy pontosan mire is szól az ajánlat, szóval milyen pozícióra, mert ez egy izgalmas témakör, de ezt megint az ügynököd le tudja ellenőrizni, hogy ez jó-e a vízum beadásra. Mert, és itt ilyenkor szavak harcolnak, hogy a cég így hívja az bevándorlási hivatal, meg úgy hívja a pozíciót, szóval, hogy ilyen nevetséges a témakör, meg hogy pontosan a feladatkör leírás, az feleljen meg a bevándorlási hivatal által kitalált pozíció leírásnak, mert ha mást írsz vele, akkor megint azt mondja, nem feltétlenül sziporkázó officer a bevándorlási hivatalban azt mondja, hogy jaj, hát akkor ez nem is az a pozíció, és áthúzza, és köszönjük, nem. Szóval ne ilyen kis hülyeségeken menjen el a téma. Akkor, meg hát ott ugye munkajogi dolgok is vannak, hogy amit le kell majd ellenőrizni az ügynöknek, hogy de ezt azt most érdemes ráemlítenem, hogy a próbaidőt azt jelen pillanatban úgy volt, mint a legutolsó eset, bocsánat, így mondom, a legutolsó eset, amit hallottam, ott például a munka, beleírták az illető emberkének, hogy próbaideje van, és azt például módosítaniuk kellett, mert ezt akkor nem veszi be a bevándorlási hivatal, nem szabad, meg egyébként azóta már változott is a munkajog, és így nem ilyen. Ahogy ők nevezték, hogy próbaidő, úgy már az jogilag nem korrekt úgy írni. Szóval, hogy ilyen kis nyújanszni kis izgalmak is lehetnek, amivel el tud telni egy ilyen oda-vissza e-mailezés pár nap. Uh-huh.
Oké, akkor menjünk tovább, nem mutatom ismételten a következő kérdés, mert kiírja. Én azt hallottam, iszonyú drága a lakásbérlés, vásárlás, illetve a mindennapi élet Új-Zélandon. Ez mennyire igaz? Hát főleg, hogyha magyar pénztárcához viszonyítjuk, igen, de annak szerintem sok értelme nincs. Szóval 200-250-szer erősebb az új-zélandi dollár, szóval sok értelme nincs összehasonlítani a két országot, pénzét. De tény, szóval a bérlés, hogy konkrét legyek, 500 és a plusz, ez 7, heti óradíj, heti bérleti díj, szóval 500 dollártól indulunk, mondjuk egy kétszobás, háromszobás, kétszobás inkább házikóról. Itt általában ez fontos tisztázni, itt az, hogy itt kevesebb a lakótelep, itt ez nem jellemzi, általában házakat veszel ki, egy kisebb házat, néha van hozzá kert, néha csak lebetonozott terület van, vagy akár semmi, de hogy nem jellemző az, hogy ilyen komplexumok legyenek, azok egy kicsit olcsóbbak, mert azért van pár, az tud egy kicsit olcsóbb lenni, de nem jelentősen. Szóval ugye erre azt mondom, hogy ez drága, igen, akkor házat venni, most van remény, hogy egy kicsit megállt, meg elkezdett egy kicsit lefele menni a lakáspiac, mert most az elmúlt két évben tényleg brutálisan fölment, szóval konkrétizálva, mit tudom én, 2,5 éve, Máté, van, mi azt néztük, hogy ha Oaklandben akarunk venni, akkor egy olyan 1 millió dollár körüli az házárak, amire egy 3 gyerekes család bele tudsz, nekünk 5 szobás házikóra van szükség, mert otthonról dolgozunk, szóval kell egy office terület, és az az 1 millió, és ez 2 év alatt, 2,5 év alatt, hogy a Covid végére, ez eljutott oda, hogy most már 2 millió. Szóval ez a köszönjük Covid, mert bocsánat, és szóval ez az számunkra legalábbis az esélytelenek kategóriája, és jó rendben, viszont vidékebbi területeken, például mi most leköltöztünk Taurangára, itt most még mindig itt az 1 milliós kategóriában vagyunk, szóval úgy ugyanekkora, sőt, szerintem sokkal jobb házikók vannak, mert itt még ez szellősebb, Oakland az egyre sűrűsödik, mert hogy sokan vannak, meg most már például sokkal több ilyen lakókomplexum szerűségeket is építenek. És most itt az elmúlt 3 hónapban megállt a piac, és elindult egy kicsit lefele is az árak, szóval most mindenki nagyban szorít, hogy ha ne is dőljön be a lakáspiac, de az egy picit legyen már értelmesebb ára egy házikónak. Ennek az is az oka egyébként, hogy a kormány is elkezdett belenyúlni, és most már megváltoztatta azt is, hogy hány százalékra lehet venni, vagy illetve mekkora kamatozás adhatnak minimumba ki, vagy maximumba ki, inkább minimumba, bocsánat, a bankok, melyik az a gond, hogy ilyen 1%-ok voltak meg ilyenek. Szóval boldog-boldogtalan vehetett kb. Házikót, rohadt alacsony százalékos beugró tőkével, és nagyon alacsony kamatozással. És hát egyre jobban ment föl, meg hát kiváló befektetői lehetőség volt, hogy azért nagyon, na igen. Szóval nyakra főre vásárolták fel a házikókat, ja. És aztán rögtön ki is adták, szóval bérleménybe, szóval ez jó biznisz amúgy, de igen. Napi életre visszatérve, azt kihagytam elegánsan, nem olcsó, de nem mondanám, szóval, hogy az a durva, hogy anyukámékkal is még egy csomó emberrel szó beszélek Magyarországról, és így szoktuk kérdezni, hogy na is mennyi az alma, meg mit tudom én, és tök durva, meg csomószor itt akár olcsóbb az alma, vagy a krumpli, szóval ilyen alap dolgok, mint Magyarországon. Szóval én erre azért egyáltalán nem mondanám azt, hogy így a napi életed az annyival drágább, szóval nem, azt így nem. A ház, itt a ház, hogyha kb. Itt az is a szokás, a mondás, hogyha van egy házad, jó vagy, szóval akkor már nincsen gond. Mert mindenki tudja, hogy az a legnagyobb költség, és azt a legnehezebb összehozni. Ha azt valahogy megléped, akkor kb. Is már nem lesz gondod itteni megélhetés. Ez tök más a színvonal eleve, ahogy volt nemrég egy egyetemi professzorral beszélgetésem a Debreceni Egyetemen, és ők is ezt a poverty, szegénység témakört kérdezik, jártuk körbe, és teljesen mást jelent itt a szegénység jelentése, mint mondjuk Magyarországon. Azért vannak, igen, itt is. Szóval mielőtt valaki azt mondaná, hogy de hát biztos ott is vannak, igen, szóval itt is vannak olyan 100 fős kisfalú a 6000 kilométerre mindentől, ahol nincs semmi,
igen, vannak meg vannak, mit tudom én, különböző függőségek áldozatai, és akkor ők egyértelműen, de ezek szerintem ilyen külön, nem mondanám egy általános jelenségnek. Köszönöm. Szerintem akkor így meg is válaszoltad a kérdést. Azt következő. Hiszem. Szia, földrengésekről földrengésekből mennyit érzel? Mennyire vannak felkészülve a lakosok? Épületek mennyire bírják ki? Gondolom, a régebbi épületekből potyognak azért a téglák, mint amikor tavaly Melbourne-nél volt földrengés. Bocsi, statikus vagyok, nekem ezek fontos kérdések. Tök jó, nem, teljesen jó kérdés. Szóval mi... Nagyon vicces, ezért már szoktunk nevet megkérdezni, szerintem mi milyen ilyen nem érezzük a földrengést. Szóval csószor volt olyan, hogy állítólag érezni, amíg Auckland-ben laktunk, voltak olyanok, hogy azt mondták, úristen, lehetett érezni, és így nem éreztem. Szóval biztos, mi nem éreztük, pedig a régi ház, amiben éreltünk, azt cölöpökön állt, utáltuk ilyen szempontból, mert azért fura érzés, hogy mész, és így döng, és így tudod, hogy azért, mert hogy ott nincs alatta semmi, és akkor végre nem döng annyira, és akkor tudod, hogy hát cölöpre léptem, király. Na mindegy, és szóval mi nem éreztük ezeket. A tégla azért nem pötyog, mert nem építenek téglából házat. Szóval itt vából építenek házat, maximum a gerendák tudnak potyogni, ha egyáltalán gerendás típusú, de általában ez a fapaneles építkezés van, és azt például tényleg, hogy te biztos fogod értékelni statikusként, én teljesen oda voltam, Christchurch-ot beástam bele egy időben bele magamat, és hát az ott rohadtul reng. Szóval ott azért mindenki azt mondja, hogy ott, ha nem is napi szinten, de heti szinten, na jó, nem akarok hülyeséget, hogy legyen két heti szinten, de azért úgy egy kisebb rezgés, néha nagyobb rezgéseket így éreznek, a helyiek váltig állítják, hogy ha nem is viccet csinálnak már belőle, de hogy egyáltalán nem zavarja az életüket. Nekem biztos furi lenne, de nem éltem még ott, hogy nem tudtam kipróbálni. Mondjuk nem szeretném. És ott például olyan házakat építenek, kifejezetten az is, amit mondok, hogy ez a farönkösöt nyomatják, mert hogy az jobban flexibilisebb a földrengésre, vagy hogy lehet, hogy nagyon ilyen fogalmazok meg szakmailag. És azért, hogy egy olyan csatlakozást használnak, ami mit írt? Igen, hogy egy másfél méteres kilengést tud a csatlakozásnál, szóval, hogy mozog konkrétan a ház, rohadt jó. Csak vannak ilyen videók, és én kész voltam tőle, hogy hát bizonyos mennyiségű, vagy erősségű földrengésnél még nem fog összedőlni a házikon, hanem mozog, mint az ilyen rajzfilmekben, amire azt mondanád, hogy ilyen nincs a valóságban. Kb. Ugyanúgy mozog a házikon, vége van a földrengésnek, és visszamegy. Fantasztikus, szerintem. De itt most mi itt Aurangán, mondjuk még újak vagyunk, de itt egyébként nem szokott olyan jellemző lenni, mert az itteni vulkán, ami van, az egy már egy kihalt vulkán, szóval, hogy ő nem aktív, ő nem csinál dolgokat. Amit van Taupónál, azért úgy, hogy a Montrua Pehu, ő egy aktív vulkán, ő mostanában ott morog, szóval arra kíváncsi leszek, hogy ő majd mit fog csinálni. Azt mondják, hogy ha lesz is valami, most ez az okosok azt mondják, hogy ez most nem ilyen kitörés, hanem maximum egy ilyen, hogy mondjam, mint amikor főzöd a kuktában a krumplit, és egy picit kiereszted a szelepet, szóval, hogy egy ilyesmi fog történni, hogy egy kicsit fog a nyomásból ereszteni majd, de hogy ez most még nem ez a lávás típusú igazi kitörés lesz, hanem csak a kőtörmelék meg ilyenek, de ő 2010 mi volt? Hú, pedig a kérdezfelelekben én benne tettem. Azt hiszem 2016-ban volt neki már egy ilyenje, amikor csak így köveket, szóval megint csak így eresztett a szelepen egy kicsit. Azt hiszem válaszoltam, nem? Szerintem igen. Jó, csak én tudok így beszélni, nem feltétlenül a témáról. Bocsánat, én meg azért halkítottam magam, mert nem tudom, mint a tűzi játék lenne, vagy valami, és ugye a kutyám az megőrült tőle. Ja. Tehát úgy, hogy inkább lehalkítottam. Igen, szokták szeretni a kutyusok. Igen, még mielőtt beleszólít a beszélgetésbe. Ja. Következő kérdés, vállalkozó. Okay. Ennyi érkezett. Így kérdésként. Jó. Az előző részben azt lehet, vagy ha arra utal, először úgy veszem, mint ha arra lenne az utalás, mert mondtam, hogy munkaigazolások, és hogyha vállalkozó volt valaki, saját vállalkozó, szóval saját cégénél, azt is le tudja igazolni, szóval az a lényeg, hogy akkor a saját magára kiállítja, hogy
by the way, oké, ő a tulajdonos, de hogy ezt és ezt a munkakört látta el, és ilyenkor annyival lehet még megspékelni, vagyis annyival kell, hogy ügyfél, vagy ha van társ tulajdonos, akkor társ tulajdonostól egy igazolás, az is jó lehet, vagy ha van valami kiemelt ügyfél, vagy akár több ügyfél, és akkor azoktól, vagy egytől, vagy többtől be lehet kérni, hogy igen, ez a cég tényleg ezt a munkát látta el, igen, a Pista vezette a céget, és tök jó ember. Vagy a könyvelő szerintem az is még egy jó. Igen, hát ha volt könyvelője, igen, a könyvelő is egyébként az is tök jó ötlet, igen, az is jó. És hogyha meghitteni vállalkozás, az a kérdés, hogy itt hogyan lehet vállalkozni, vagy ilyesmi, hanem meg az a válasz, hogy rohadt egyszerű, azt nagyon gyorsan pár nap alatt el tudod végezni online, totál, nem kell semmi hivatalba menni, nem kell vinni semmit, és azt nagyon egyszerű, kiváltod magadnak, nincsen ez a teáor, vagy hogy is hívják, tevékenységi körök, bármit, kb. Bármit csinálsz, szóval nem is kell ilyet lejelenteni, hogy te most mire hozod részre, és legális dolgot, úgy értem. És csak hogy, na, hogy már szőrözzünk a dolgon, és általában a legtöbb ember, ameddig nincsen ilyen kecefice, faramúci bevétele, mondjuk itt az alatt azt mondom, hogy több országból, nem csak Új-Zélandról, hanem mondjuk külföldre dolgozik, és különböző pénznemekben, addig azt mondom, hogy általában, ha van egy kis affinitásra, meg tudja csinálni a könyvelést, rohadt egyszerű a könyvelés. Ha valaki otthon megmerte, hozzá mert nyúlni, itt bátran. Igen. És, de amúgy rettentő sok ilyen kis vállalkozókra szakosodott otthon ülő anyuka könyvelő van, akit meg lehet bízni, és tök jól megcsinálják a könyvelést. De vannak cégek is persze, szóval. Ja. Következő, magyarországi családtagokkal mennyire nehéz tartani a kapcsolatot? Szoktatok-e Magyarországra látogatni? Magyarországi ismerősök látogattak-e már meg titeket? Há, igen, ez vicces. Jó, kapcsolattartás. Kapcsolattartás, hát az attól függ, mennyire fogadó a másik oldal, vagy te. Szóval ez ettől is függ, szóval, hogy éppen mind a két oldal mennyire flexibilis, mert megvan az az időeltolódás, ami sajnos nem egy fix, hogy 12 óra, hanem van egy időszak, amikor 11 óra, egy hónap azt hiszem, aztán 10 óra. Mert hogy mikor Magyarország... Órát? Hát, ezt tényleg meg akartam ám nézni. Most mert nem? Tudtam, hogy nem, Európa áll itt most, és mi majd utána fordítva. Nem mi vasárnap, tudom. Azt hiszem. Igen, csak azért is, igen, mert mondom, mi jó megbeszéltük az időpontot, mondom, csak nehogy belefussunk, igen, abba, hogy órát állított valamelyikünk. Igen, mi most még nem, majd mi azt hiszem jövő héten, vagy az utáni héten, szóval valahogy így. Szóval van egy ilyen röhelyesen rövid időszak, akkor 11 óra az eltérés, és aztán utána végre mi is állítunk, vajon nem akkor lesz 13 óra, most összezavarom magam, igen. Mindegy, az anyag, bárhogy is nézzük, nagy. Két órák vannak, szóval, hogy sok, nagy, és akkor ezzel sok lehet ott variálni. És szóval igen, ezt ki kell találni, hogy kivel hogyan lehet kapcsolatot tartani reggel, délben, vagy valaki. Például a bátyámék éjjeli madarak, és akkor velük, nekem a legkényelmesebb ebédelek, és ők meg velük akkor beszélnek, még úgy is fönt vannak. Akkor látogatók, mi még nem voltunk otthon Magyarországon, a Covid előtt terveztük, de aztán nem, és majd most meglátjuk még. Most éppen nem veszek jegyet, szóval most nem tervezzük. Akkor anyukám még voltak kint nálunk 3 hónapot, ők pont a Covid előtt, szóval, hogy ők ilyen szempontból mázli volt, ők ki tudtak pont jönni, pont amikor utaztak haza, akkor már izgultunk, hogy egyetlen haza tudnak eljutni, mert már kezdték a lezárásokat a különböző reptereken, és Kínán keresztül mentek, vagy szóval izgi volt, de megúszták, és az jó volt. És vicces, minket nem látogatott meg otthonról senki, sokan mondták, megtervezték, de még eddig senki nem jött. Nem is értem. Azt én, messze van. Ezt elfogadom. Meg drága. Mennyire nehéz ilyen hosszú ideig ilyen távol lenni a tágabb családtól? Európában én néhány óra alatt ugye oda lehet érni Magyarországra, de Új-Zéland azért teljesen más. Tehát ez mennyire hát ez szerintem nehéz? Ez mindenkinek más. Szóval tudok olyat, akinek rohadtul hiányzik, és ők egy évente hazamennek, mert minden évben, mert neki annyira hiányoznak. Mi ebben, én nekem, én jól el vagyok ezzel,
nekem ebből nincs problémám, de hát ez egy személyiség. Szóval, hogy ez szubjektív totálisan, erre szerintem nincsen. Ezt inkább azt mondanám, hogy érdemes mielőtt kiköltözöl egy távoli országba átgondolni, hogy neked ez vajon mennyire fogja felborítani. Mert mondom, konkrétan egy hölgy van a fejembe, aki ő ha nem jut haza minden évben haza, ő neki az lelkileg ez rohadt nehéz, és akkor egyre ő depressziós kezd lenni. Szóval, hogy neki nagyon szüksége van rá. Szóval, hogy itt tök jó azért ismerni önmagunkat, hogy mire van szükségünk. Következő kérdés. Én itthon zenélek több zenekarban is, hagyományos fúvós zenekar, big band, sportrendezvényeken is, diszkóban is szoktam kongázni. Ott mennyire vannak ilyen lehetőségek? Tudsz erről valamit, Zsuzsi? Van lehetőség, csak vízumot nem tudok, szóval, hogy munkakeresés, ha munkakeresés a kérdés, akkor munkakeresés szempontjából ez nem a legegyszerűbb, nem hinném, hogy erre van leesély bezsákolni egy vízumot. De ha arról beszélünk, hogy kijössz, és amúgy egyébként így elkezdenél zenélni, vagy ilyesmi, tök jó, szóval tök sok kisebb-nagyobb zenekar van, vannak rendezvények, fesztiválok, teljesen jó. Főleg ez a kongázás, az tökre megy, szóval itt azért nagyon sok, amit otthon úgy nevezünk talán, hogy tarisznyás, mandalás, meg se a többi típusú emberke van, szóval, hogy teljesen jó, sok barátot lehet találni, aki konga és kakaószenzt csinál. Eddigi kérdések elfogytak, hogyha még van esetleg kérdésetek, akkor írjátok. Most nagyon, nagyon, nagyon nem aktívak. A néző, van még, nem, nyugodtan kérdezzetek, hogyha van, de én különben azt tapasztaltam, nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, Zsuzsi, hogy sokszor, amikor meghallgatok mondjuk egy ilyen jellegű beszélgetést, mint a miénk, akkor utána ugranak be. Igen. 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 Ja. Nem tudom, a múltkoriból, akik, ami maradt a kérdések, az nincs meg neked egyébként? Hogy... Azokat megválaszoltuk végül írásban. Oké. Okay. Utána. Igen. Working holiday vízum, víza után, várj egy másodpercet. Igen. Working holiday víza után maradni, illetve letelepedni később mennyire egyszerű? Tudsz erre példát mondani? Hát ez attól függ, hogy mibe tudsz elhelyezkedni, szóval, vagy mire vagy jó elhelyezkedni. Szóval teljesen, mert hogy ez miről szól, hogy itt vagy working holiday vízen, és próbálsz állást keresni közben, amit elvileg nem arra jössz, és azt úgy nem kéne csinálnod, de tény, sokan élnek ezzel a dologgal, és közben lelkesen próbálnak bezsákolni egy munkaajánlatot. Szóval, ha mit tudom én, megint csak legyen az, hogy mondjuk informatikus vagy, és közben kijössz csak így almát szedni, nagy eséllyel a végére, vagy akár már közben is be tudsz zsákolni valamit, mert egy munkaajánlatot. De ha mondjuk recepciósként jön így ki valaki, akkor neki az is sokkal nehezebb dolga lesz, mert az úgy nincs, nem hiány szakma, meg annyira nem éri meg egy cégnek, hogy átmenjen az összes papírozáson, meg akár várjon, meg ilyesmi. Szóval, hogy az ettől függ. De amúgy most gondolkoztam, hogy hányat pontosan, de ismerek embereket, akik egyszerűen így tudták magukat behozni az országba, és azóta is itt vannak, és a munkájuk letelepedtek, stb. Szóval, hogy megoldható, csak ettől függ, hogy mi az amúgy a szakmád, mire vagy amúgy jó munka területen. Igen, mert most tényleg nyílik a working holiday, ugye? Most igen, 20, április 20, ha jól emlékszem. Igen, 20 vagy 22. Igen. Igen. Szerintem akik erre készülnek, szerintem akik ezt meg akarják pályázni, szerintem már nagyba készülnek. Hát, ha jól tudom, kell. Igen. Az almaszedés mennyire menő munkaként? Hát menő, szóval, hogy folyamatosan kell. Alma, avokádó, szemő, szedő. Szóval erre be van állva az ország, és régen nem értettem, hogy mi a tökért nem megy a kivi ember leszedni az almát, szóval, hogy nem vágtam ezt a témát. És egyszerűen be vannak erre rendezkedve, hogy illetve egyezményei is vannak Új-Zélandnak a környező szigetekkel, hogy kötelesek évente biztosítani X számú idény munkát a környező szigetvilágoknak, Tonga, Samoa, meg ezek, Fiji és a Filippinek is rajta vannak a listán bizonyos témakörökre. Szóval van egy-két ilyen egyezményük, és egyszerűen így vannak beállva, egyszerűen ez van kitalálva az itteni gazdaságokra, hogy az idény munkások jönnek, és ők szedik le a
A fát az almáról, igen. Szóval az almát a fáról. Szóval teljesen. Na, akkor közben még hallgathatjátok a kutyámat is, de akkor teszem fel a kérdést. Targoncásként mennyi esély van elhelyezkedni? Itt szerintem ezt válasszuk el, ugyanúgy, mint ugye Ausztrália esetén, és Új-Zélandnál is, hogy szerintem igaz, de mondd, hogyha nem Anyad. így van, hogy ugye el kell választani azt, hogy vízum szempontjában targoncásként, vagy mint munka, hogyha mondjuk a párod alkalmas ugye egy munkavállalói vízumra, akkor neked, mint ugye társigénynőnek Így van. targoncásként mennyi esélyed van, tehát ezt azért külön kell választani. Igen, Zsuzsi? Így van. Ez tök jó mondod, itt is ez így van. Alapvetőleg, ha ki tudsz olyat fogni, ami fizet annyit, amire már lehet, ami egy olyan szintű fizetésed van, amivel be lehet adni egyáltalán work visum kérelme, akkor végül is jó lehet arra is. Erre szerintem picit kevesebb tud lenni az esély, de itt is, ha jól tudom, különböző jogosítványok vannak, hogy ki milyen targoncásnak felel meg, és mit mozgathat, vagy nem is tudom pontosan jól megfogalmazni. És ettől függően azért tud változni a fizetés. Alapvetőleg azért keresett szokott lenni, de azért azt mondom, hogyha családdal jön valaki, azért jó, hogyha ott a másik oldal is azért valamit csinál, mert azért egyértelműen ez nem a legtop kategóriá, fizetésben top kategóriái munkakör. Szóval ezt azért Szuper. Jó átnézni. Következő. Nemzetközi pályázatokat nyert fotósként van esély munkát találni? Mint fotós? Hát, szerintem az ország fele fotózik, szóval, hogy az ország adottságai azért mindenkit inspirálnak arra, hogy fotókat készítsenek, és nem azt mondom, hogy boldog-boldog, és tényleg tök jó fotósok is vannak. Most így első körben azt mondom, hogy nem. Ha van valami speckó, mert tudom, vannak azért speckó munkakörök a fotózáson belül is, vagy ilyesmi, és arra egyszerűen itt házon belül, országon belül nem találnának, akkor persze tud lenni, de ezért erre nem mondanám azt, hogy a film megint izgalmas, hogyha van esetleg filmkapcsolódás, ott lehet esetleg izgalmas dolog, de ezen például mondjuk el kéne egy kicsit, bele kéne jobban ásnom magamat, hogy van-e olyan speckó fotózási terület, ahol ez izgalmas lehet, vagy mit is kell felmutatni ahhoz, hogy jó lenne, de nem ez a fő hiány. Gyógynövényes téma mennyire megy Új-Zélandon? Botanikus, környezettudományi kutató és herbalista vagyok, egyetemen is tanítottam. Tök jó, szeretik nagyon. A munkakereső, de tényleg nagyon-nagyon ilyen természet meg. Mondtam, konga, kakaószánszok, herba, minden, ezek mennek, kristályok is. Tudom, bocsánat, ezt nem akartam pejoratívan, ha valakinek ez most úgy hangzott volna. Szóval, hogy ez csak azt mondom, hogy az összes ilyen természet úton megoldható témák, azok itt nagyon mennek. Munkakörileg, mivel hogy azért nagyon, most abba bele kell ásnom magamat, hogy most nem kezdek el keresgélni, csak ilyenkor bekattanok. Szóval, hogy azt meg kéne néznem, hogy az mint munka lehetőségben, az vajon az mennyire erős. Még nem kellett sosem ezzel foglalkoznom, ilyen munkakörre keresnem. Fölírom, jó? Jó, kösz. Okés. Következő. Mi van abban az esetben, a munkai referenciát nem tudok beszerezni, megszűnt munkai nem normális elvárás, esetleg nem voltam bejelentve? Kicsit. Jó. Jó, hát igen, ez nem jó. Hát egy A-verzió, nem tudom, hogyha ez ilyen sok időt ível fölsz, hogyha ez kiesik az igazolandó évek számából, és az akár akkor esélytelenné válsz, akkor egyetlen meg kell valahogy oldani. Nem tudom, akkor valahogy kell keresni valakit annál a cégnél, akinél, a bárkit. Szóval, mivel hogy arra nem mássa bele magát az ügy, a bevándorlási hivatal, hogy az illetőnek nem kell lenni a tulajdonosnak, vagy ilyesmi, de csak egy olyan embernek, aki azért tényleg ott volt, és tudja azt mondani, hogy csináltad. Ezt tudod tenni. De valami kis kaput kell találni, hogy találj valakit, aki azt mondja, hogy tényleg ott dolgoztál, és ügyes voltál.
ki tudott kérni, meg sokszor van olyan például, hogy, és azt elfogadja például a bevándorlási hivatal, akár lehet nekik előre is jelezni, hogy például sokszor a főnök az nem óhajtja támogatni az illető kivándorlását, vagy Igen. előre menetelét, mondjuk ilyen nagyon szakmaian, és akkor elég egy munkatárs. Szóval, hogy Józsival együtt dolgoztunk, és nagyon jól tudja, hogy mit csináltam. Szóval nem kell, nem feltétlenül kell a közvetlen vezető, vagy annak a vezetője, vagy mint mondtam, a tulaj. Szóval csak valaki, aki ott volt tényleg a cégben, tudta, hogy mit csinálsz, vagy legalábbis képes ezt mondani, hogy tudja, tudta, hogy mit azt csináltad, amit állítasz, hogy csináltál. Köszönöm. Válaszoltam. Szerintem tökéletesen, igen. Jó. Oltás nélkül mennyire van esély egy 45 éves szakácsnak állást találni feleséggel, gyerek nélkül? Bocsánat, csak becsörgök. Oltás nélkül igen, úgy megugrottál most hirtelen. Igen, mert azt hittem, hogy kinyitott, de nem bejött. Mindegy, 45 éves szakács állást találni feleséggel, gyerek nélkül. Szakács az jó. Most pont benne vagyok ebbe az iparágba, egy pék vonalon, de ezért egy szakácsos vonallal is sokat találkozom. Tök jó esélyek vannak. 45 év sem gond, mert Új-Zélandon 54 a határ, nem 45, mint Ausztráliában, mint a letelepedésre. Akkor az, hogy van a feleséget, semmit nem érdekel vízum szempontjából tudod hozni, hogyha kapsz munkaajánlatot. Az, hogy gyerekek nélkül vagy, maximum könnyebbé teszi, mert hogy gyorsabban tudtok haladni, meg kisebb költségvetéssel kell dolgoznotok. De jó. Inkább azt mondom, angol. Az lenne fontos, hogy legyen angolod is. Igen. Oltás nélkül fölfogtam, várjál, oltás nélkül azt kihagytam a mondat elejéről. Lehet, hogy azon volt a hangsúly. Aha. Hát most lehet, hogy már mázli lesz, mert áprilistól eltörli Új-Zéland az oltási igazolványt, és ergo így már ez nem lesz para, mert eddig ez para lehetett volna, mert igen, akár ebben a munkakörben is oda kötelező volt oltást rendelkezni. Még ha azt hiszem, a szakácsokra nem hozta ki a törvény, de akkor is úgy alkalmaztak csak az éttermet, szóval, hogy nem volt esélyed, de most már megint lesz. Szuper. Több esély lenne oltásra, az biztos, mert sokan azért még meg fogják tartani ezt, csak hozzáteszem, itt 96%-os az oltottság, szóval, hogy azért más az oltottság hozzáállás, nem olyan, mint Magyarországon. Itt a másik oldalon vannak, főleg a többen. Meddig lehet használni a magyar jogosítványt? Egy évig lehet használni, és utána le kell tenni egy gyakorlati vizsgát, és egy kressz vizsgát. Mind a kettő szerintem roppant egyszerű. Lesz egy elég hosszú kérdés, úgyhogy elnézés, de azt akkor átugornám. Igen, zenész alatt még van egy kérdés, ami nem érkezett válasz. Köszönöm, a visszanézed. Oké, és rendben nézem, köszönöm. Ujjajaj. Mindjárt addig. A férjem ilyen szakmában dolgozik, az én végzettségém nem számítanak annak oldalbordaként nehéz munkát találni, vállalni. Imádom ezt a kifejezést. Igen. Hát attól függ, mi az azért, szóval, hogy itt egy picit ehhez, hogyha kaphatnék több bankot, az jó lenne, mert az enyém is a HR nincsen rajta a hiány szakmán, de nem volt nehéz nekem munkát találni. Szóval ez nekem kell valami még. Majd az illető. Mondjuk szakma? Hát aha, hogy azért mi az a nem hiány szakma, szóval legalább egy, ha nem akar nagyon konkrét lenni, de minél konkrétabban náljuk, jobban tudnék válaszolni. Ja, akkor viszont akinek kihagytam a kérdését, be tudná tenni még egyszer, mert én nem találom itt, most lehet, hogy véletlenül nekem a StreamYard-ba ez nem jött be, mert én nem látok a zenész alatt. A Facebookra. Working Holiday, targoncásként, almaszedés, fotós, gyógynövényes kérdés, referenciát, oltás, lehet, hogy ott van tényleg valami, elnézést akkor. Hát, oldalon, igen, zenészet volt még egy kérdés, most látom én is itt a kommenteket. Igen, akkor viszont, várjál? Oké, akkor szerintem ez meg is érkezett. Közgazdász, turizmus és pénzügyi számviteli végzettség, okay. Plusz TB és bérügyintéző oldalborda. Ja, igen, ez akkor az oldalborda részhez. Értem, én akkor nézem addig, amíg megválaszolod.
Jó, hát a TB itt evidens nem ér semmi, mert az a tudás itt haszontalan. Maga a tapasztalat viszont az tök jó, szóval, hogy ezt be tudod ültetni. A bérügyintéző is jó lehet, az annyi van, hogy totál más a payrollrendszer, de nem tudom, tized annyival egyszerűbb, szóval sokkal egyszerűbb. A lényeg az, hogy el lehet végezni ilyen gyors talpaló payroll tanfolyamokat, és utána jó állás lehetőségek lehetnek, főleg, hogyha megvan egy ilyen pénzügy számviteli végzettség, az tök jó. Azt, hogy én azt csinálnám azzal, hogy elfogadtatnám az új-zélandi hivatallal, hogy az mégis minek számít, és esetleg van-e értelme ráhúzni valami még plusz képzést, vagy sem, lehet, hogy nem is kell semmi, és ezzel lehet melót találni. Az angolon lesz a lényeg, meg minél jobban, hogyha valóságban milyen könyvelői tapasztalatod van. Szóval, hogyha minél több esetleg nemzetközi könyveléssel találkoztál, az tök jó lehet. Feltételezem a TB bérügyi intézésből, hogy nem. Szóval, hogy a magyar könyveléssel nem fognak tudni itt mit kezdeni. De nem veszed fejszennyele. A turizmus, az vicces, mert egyébként annyian elhagyták a turizmust a 2 év alatt itt, és azok az embereket felszívta a gazdaság meg különböző területekre is, és most számolnak vele, hogy majd egy páran vissza fognak menni, de sokan valószínűleg nem fognak. De a turizmusban is lehetséges itt még a következő időszakban elhelyezkedni, de azok általában az lesz a jellemző, hogy időszakos, szóval rövid távabb munkák, és viszont ha begondolgozod magadat, akkor lehet belőle valami. De ezt két tök totál különbözőnek nevezném. Semmelyik sem veszett fel, a pénzügyi vonal az mindig talán egy kicsit jobb. Attól függ persze, hova költözöl megint. Van olyan város, ami turizmusból él, ott evidens a turizmus. Mindjárt akkor olvasom, hogy melyik kérdés maradt ki, csak közben érkezett egy másik, úgyhogy nehogy akkor elveszek. Vannak más magyarok is, kint szoktatok találkozni velük? Igen. Van ilyen összetalálkozgatás, vagy semmilyen? Vannak Oaklandet, tudom most még jobban mondani. Oaklandben nem tudom hány ezer magyar, szóval sok, van szerintem elég sok magyar. Van ott magyar klub is, rendszeresen találkoznak, most itt a covidos izék, az persze egy kicsit így fel... borította a rendet, van magyar suli is, szóval ott elég, szerintem elég erős a magyar közösségi élet, akkor van Christchurchben is magyar klub, meg Wellingtonban is van egy, én úgy tudom, állítólag itt Taurangán is van egy csomó magyar, még nem találkoztam velük, fasz, bujkálnak, hát látnak és elfutnak, és vagy fordítva, haha, és na, igen, szóval van, van teljesen, akkor, szerintem akkor van lehetőség. Meglepő módon sokan, nem is tudom, valami több, nem tudom, 3-4 ezer, vagy nem is tudom pontosan hány ezer magyar van, szóval szerintem aránylag sok. Megvan a kérdés, akkor Léci, olvast föl, én meg addig bejelölöm, hogy mi az, ami ki nem maradjon. Igen? Support workereknek is szükséges az új-zélandi regisztrációt megcsinálni, mint egészségügyi dolgozó, vagy az még nem esik bele abba a kategóriába? UK support worker, itt nem találkoztam ezzel a megnevezéssel, itt mint ápoló? Tudom, ez most visszakérdezek, de közben én is rákeresek, hogy ne feltétlenül itt ilyen oda-vissza beszélgetések legyenek. Hogy most azt értjük alatta? Ja, hogy social worker, support worker. Arra gondolunk? Ugye? Ja. Más jellegű kérdés. Az a fontos, hogy mert itt például a social worker, ha arról beszélünk, szerintem gondolom, ott lehet, hogy esélyed van arra, hogy nem kell megcsinálni regisztrációt, de attól függ, hogy melyik, hogyha például addictionhöz kapcsolódik, akkor viszont ott vannak olyan részek, ami már egy kicsit, ha nem is olyan ápolószerű, de azért már úgy mélyebb dolgokba belemegy, vagy csinálhat, akkor ott már kell regisztráció. Szóval itt ez attól függ, hogy pontosan minek felel meg majd a végzettséget. Szóval én első körben azt csinálom, hogy a jóvá hagyatnám a végzettségemet, a UK végzettségemet, hogy forgassák be, hogy az ENSZI rendszernek minek felel meg. És akkor úgy is megkapott tőlük azt, hogy ez minek felel meg, és kell-e hozzá regisztráció, vagy sem. És akkor abból fogod tudni, hogy most akkor kell-e még azzal szöszölni, vagy sem. Ha UK a végzettséged, az a jó hír, hogy akkor nagy esélye meg lesz a regisztrációd is.
ha kellene. És hogyha már 5 éve dolgozol UK-ben, akkor nagy eséllyel nem is kell már majd az a szuper jó CAP kurzus, CAP, Competency nem assessment, vagy assessment program, vagy valami ilyesminek a rövidítése, ami a nem angol nyelvűekkel el szoktak végeztetni néha. Ez tehát nem akkor teljesen az értjük a rendszert, hogy kire kell. Igen, de jó. Az első jóvá hagyatni azt a végzettséget, és abból tök jól meg lesz. Így is úgy is jóvá kell hagyatatni ezt, szóval a beadáshoz úgy értem, hogy a vízumkérelemhez is kell. Szia, mesélj légy szíves arról, milyen költségekkel jár egy 3 gyerekes család élete Új-Zélandon, suli külön órák vásárlás, milyen fizetés kell ahhoz, hogy kényelmesen megélj. Persze az igény függő, meg az sem mindegy, melyik városban laksz. Jó. Mi is 3 gyerekkel költözünk, úgyhogy ilyen szempontból bármi érdekel. Jó. Egyébként ezt tök jól összefoglalom a kis okosba, szóval, hogy ezt így pont ezeken megyek végig. Szóval lehet, hogy azt is érdemes majd még nézni, hogy ne csak így elszállt szó legyen. De ami a lényeg, hogy várjál, suli az úgy van, hogy itt Új-Zélandon sulik ingyenesek, olyan donation van, éves szinten, ez $200-300 éves díj. Szóval szerintem az nem egy egetrengető, és ebben, ja nem, bocsánat, a stationery, ami a füzetpak, az ilyen $60 egy évre, szóval, hogy akkor is, mit tudom én, $300 általában kijössz egy évre. Bocsánat, igen. A 2 perces szünetemet kiveszem, jó? Úgyis ez hosszabb jó. Lesz ez a válasz, jó? Mindjárt jövök. Úgy érzed? Jó. És szóval igen, mondjuk az azt, akkor maradjunk a 300-nál, akkor külön órák, hát az tök változó, igen, hogy mi lehet. Azt tudom mondani, hogy most gondolkozom itt az aktuális társokból, hogy is volt, igen, hogy egy ilyen, azokat tömre kell általában fizetni, mert hogy itt minden ilyen negyed évre van bontva egy súly év, és akkor ilyen negyed évek, tömnek hívja a negyed éveket, és úgy működnek általában a külön órás helyek is, hogy tömönként dolgoznak, és 2 hetet szünetet tartanak utána. És akkor egy ilyen, az még egy, szóval az a 3 hónap, amit lefed, az egy olyan $200 megint, mondjuk, egy külön óra, én nagy átlagban, szóval ez egy ilyen, túligot mondanék, hogy mit tudom én, $150-tól $250, és akkor így a középértéke a 200, akkor igen, vásárlás, hát igen, az totál, attól függ, te mit vásárol, szóval, hogy igen, kb. Azt mondani, hogy mondjuk egy nagyobb kategóriában drágább élelmiszereket vesztek, meg ilyesmi, vagy valamilyen különös igényt kielégítő élelmiszereket, akkor mondjuk egy olyan $400 heti, 3-400 dollár, nem maradjunk 400, inkább mindig fölülről, $400 heti költése lehet egy ekkora családnak, aztán hát ezt úgy lehet visszabszorítani, ahogy csak akarod, akkor ruha, meg ilyesmi, őszintén én vagy én nekem nincsen az a gondom, hogyha second handet veszünk, főleg én gyerekruhákban én attól nem fázom, azt volt olyan év, amikor konkrétan nem vettem új ruhát, és nem is költöttem egy ára fittinget sem ruhára, mert hogy itt szokás sokszor ingyen föltenni a Facebookra, hogy van egy bag of lányruhám, és én akkor azokra mindig lecsaptam, szóval az elején mi csak ilyen ingyen ruhákból voltunk, akkor, és egyébként tök jók vannak köztük, szóval hogy teljesen jók, még most is szoktam nézni, és nagyon jó cuccok vannak. Meg rettentő sok second hand bolt is van, ahol ugyancsak tök jókat lehet turizni. Meg egyébként, ja, szóval, hogy ruhára nem lennék. A cipő tud izgi lenni, szóval az ilyen egy az olcsóbb cipők, azok tényleg szarok. Szóval az konkrétan szétesik a gyerek lábáról, az egyért, meg a te lábadon is, szóval, hogy az a, nem tudom, hogy a cipő, nincs cipőgyártás, az nem. És egy jó cipő az, hogy ott maradjon a gyerek lábán, úgy egy több mint 3 hónapig, szóval azért nem számomra ez ilyen vicces, azok ilyen $100 egy pár, szóval számomra már ilyen ez a, na nem már, úgyis kinövi, de hát ez van. Akkor mik szoktak, mi van? Beszéltem kajáról, beszéltük a suli összegről, ruha, cipő. Külön óra. Nem tudom, hogy külön volt-e óra, szó. Említettem. Akkor, köszi. Mi tudom én, mozi, vagy ilyen, hogy legyen valami szórakozás, vagy ilyesmi. Azt hiszem, hogy egyébként nem annyira drága, az ilyen $10-20 körül van egy jegy. Akkor kajálás, az ilyen $100 egy 5 fős családnak, ha elmegy, és
evidens nem a legdrágább ételeket teszi, de mondjuk egy ilyen átlagosat, de mondjuk egy ilyen $100, 100, most egy picit azért drágultak itt is a dolgok, most már lehet, hogy följebb megyünk, meg hát attól függ persze, hol vagy pontosan, Oakland az mindig drágább. Azt hiszem, hogy szerintem ezért adtam, hogy összefoglalom, én azt mondom, hogy ahhoz, hogy még nem teszel félre, de egy ötfős család nem fog nélkülözni, hanem így el van, az egy ilyen $9,000 szerintem jó, ha nekik bejön egy hónapba. Köszönöm. Akkor viszont van még három kérdés, és akkor utána meg, hogyha még érkezik, mert ugye lehet majd még hozzáírni, hogy már befejeztük a beszélgetést, akkor azt is meg fogjuk válaszolni, mert ugye Magyarországon már kicsit később van, hogyha lehet így mondani, úgyhogy szerintem ez az utolsó három kérdés. Jó. Katonai kiképzésről tudsz esetleg valamit mondani, ha valaki ezen a területen szeretne elhelyezkedni, mire számíthat? nem tudok nagyon, de van ott lakom pont a katonai kiképző tám mellett, Gulf Harborban ott van, tök szép helyen van egyébként. Részleteket nem tudok. Pass. Szép helyen van. Szép helyen van, azt tudom, és hogy szóval tudom, itt a rendőrségnek is, meg a katonaságnak is pozitív a képe, szóval, hogy nem nincsen hozzá negatív élmény, hál' Istennek, historikusan sem, meg semmi. Szóval, hogy ezt tudom, hogy a katonának mész, akkor így, wow, ez ilyen, ha nem is, mint a Tom Hanks-es típusú témakör, de szóval, igen, jó, elitnek számít. Fölírtam akkor ezt is azért, jó? Jó, majd megnézem, hogy mit lehet tudni róla. Következő. Magyar iskolán magyar tanárként például volna lehetőség, elhelyezkedik persze, ha keresnek éppen. Ja, hát persze, lehet ott besegíteni, csak arról kell tudni, hogy ez egy havonta egyszer összejövő iskola, és nem magyar alapú, szóval, hogy mondjam, nem nincsen ennyi fajta tantárgy, és inkább az egy hosszú napi foglalkozás, de szóval reggel 9-től délután 3-ig van egy nap, és szóval nem tudnak fölvenni állandó alkalmazásba, hanem ott kb. Kapnak fizut, akik benne dolgoznak, tanárok, de inkább azt mondja, hogy egy zseppénz kategóriájú. Most jelenleg én úgy tudom, hogy még van most nekik pont egy volt tesi tanár, akit szokta csinálni, hogyha egy kicsit ilyen aktívabb foglalkozás, vagy mit tudom én, ők például vívóedzők is magánzásban, és akkor visz be vívófelszerelést, és akkor azt is kipróbálják, meg néha visz be íjakat, szóval, hogy ő az, aki így viszi be ezeket, de mindig jó, ha van plusz segítség, meg szoktak csinálni tábort is, és oda meg végképp tök jó, hogyha esetleg tud menni, segíteni. És főleg úgy, hogy van tapasztalata több gyereket mozgatni, összefogni, programokat kitalálni. Szóval tuti, hogy tudsz nekik segíteni, és biztos tudnak is érte valamennyit adni. Fontos, vízumra nem lesz jó az, és abból nem megélni nem fogsz. Pont ezt akartam hozzátenni, hogy vízumot ugye nem lehet rálapozni. Utolsó kérdés akkor a mai estére, vagyis bocsánat, már akinek estére. Mennyire befogadó a társadalom? Ért már titeket negatív megkülönböztetés? Nem, még engem nem ért, meg nem is nagyon hallottam róla, hogy bárkit így élt volna. Itt azt kell tudni, hogy más, szóval, hogy itt mindenki bevándorló, azért azt kell tudni. Szóval én az első-másfél évben az volt a különlegesség, konkrétan első-másfél évben nem találkoztam kivi-kivi emberrel. Szóval mindenkit olyan lelkesen megkezdtem, hogy és te itteni vagy, kivi? Nem, én South-Afrikából jöttem. Okay. Akkor te kivi vagy? Nem, én innen jöttem. Okay. senki nem az országból, senki sem az országból született. Aztán persze úgy, ahogy így tágul az ismertségköröd, egyre jobban azért rájött, hogy vannak helyek, léteznek. De hogy ez csak azért mondom, hogy befogadó a társadalom, mert kb. Mindenki egyszer már volt ott, ahol te leszel, hogy messziről jött, és le kell telepednie. Fontos, pont emiatt, ennek megvan a negatívum része is, mivel hogy rohadt sokan jönnek, van egy kicsit egy olyan, amit úgy lehet érezni az elején, hogy amikor még azt mondod, hogy mikor jöttetek, a válaszod az, hogy fél éve, egy éve, akkor úgy lehet érezni, meg úgy néha akár is mondja, főleg mondjuk a dél-afrikaiak ilyen hozzánk hasonló magyarosan úgy kimondja, amit gondol néha, hogy akkor majd meglátjuk, hogy itt maradsz-e, hogy van egy ilyen, igen, szóval, hogy van egy ilyen hozzáállásuk, hogy az első két év alatt úgy azért úgy meg van egy kérdőjel a fejükben, egy fenntartás, hogy megragadsz vagy sem.
és hogyha 2 évet letetted, akkor, vagy úgy azt tudod mondani, hogy már több mint 2 éve itt vagy, akkor ez akkor már egy picit másképp áll hozzád, akkor nem átmenő embernek tekint, hanem akkor már lehetséges, hogy te tényleg itt maradsz. Főleg, ha már azt mondod, hogy már megvan a rezidenszit is esetleg, akkor már végképp azt mondja, hogy ja, jó, oké, akkor tényleg itt maradsz az országban, mert nagyon sokan jönnek, de aztán mennek. Szóval, hogy ez benne van. Még azért ezt az utolsó kérdést felteszem, jó? És akkor tényleg ez az utolsó. Az állampolgárságok számát korlátozza Új-Zéland? Nem tudtam már, nincsen ilyen. Csak annyi van, hogy le kell tölteni, ha megkapod a rezidenszit, a letelepedési engedélyt, utána 5 évnek kell eltennie, nem csinálhatsz semmi rosszat, és nem tud illegális dolgokat, meg ilyenek, evidens szerintem, és utána ilyen tudsz jelentkezni az állampolgárságra. Uh-huh. Az, hogy majd mi lesz, mert lehet, hogy ezt szerint változtatni fognak, passz, de jelen pillanatban nincsen ilyen megkötésük. Szuper. Én akkor nagyon szépen köszöntöm, hogyha még akkor jönnek kérdések, akkor viszont azt már tényleg majd akkor a videó alatt megválaszoljuk. Jó. Megbeszéltünk ugye 3 dolgot, ezt majd akkor át fogom neked, Zsuzsi, küldeni, hogy pontosítsuk, hogy akkor mi az, amit ígértünk, hogy jó, megnézel, és én meg akkor a további linkeket, akár ugye a Kisokosnak a linkjét, Petrának is ugye a linkjét berakom, meg ugye a tiédet is, meg amit én még fontosnak tartok, ugye, hogy említetted, hogy például fordítások kellenek, kellettek nektek. Tehát igen, ugye igen, ott az a fordítónak jó, is majd a... Igen, a fordítónak is, a nati fordítót ugye Új-Zélandon is elfogadják, Ausztráliába is, meg ugye több országban, úgyhogy azt is majd be fogom linkelni. Remélem, hogy ismételten hasznos volt a beszélgetés. Nekem biztos, mert én egyre többet tudok meg Új-Zélandról. Úgyhogy ez nekem is egy szuper dolog ilyen szempontból, hogy tök jó kérdések érkeznek. És nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget, Zsuzsi. Szerintem hamarosan folytatjuk. Úgyhogy neked szép napot, és akinek köszönöm. Szép napot, akinek szép estét, én megyek akkor viszont aludni. Sziasztok, köszöntük szépen, aki nézte. Sziasztok!